Ez a Nyíregyházi Televízió híradója, jó estét kívánok! Olyan szociális rendeleteket alkotott az új városvezetés, amelyek megnehezítik a rászorulók életét, ezt állítják a szocialisták. Többek között a megritkított buszjáratokkal és az étkezési díjak emelésével nem ért egyet az ellenzék. Emellett tiltakoznak a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket érintő megvonások miatt is. Megnehezíti a városvezetés a rászoruló kiskereshető nyíregyháziak életét a legutóbbi közgyűlésen módosított szociális rendeletekkel. Ezt hangoztatják a szocialista önkormányzati képviselők. Azt mondják, az új intézkedések hátrányosan érintik a szegényeket. Gondolok itt a buszközlekedésnek a csökkentésére, illetve ennek a kedvezménynek a csökkentésére, gondolok az étkezési díjak emelésére, és természetesen olyan a törvényhez képest sokkal szigorúbb szabályozásra, amely sok esetben nehéz helyzetbe hozhatja a nyíregyházan élőket. Nagy László szerint ráadásul bizonyos esetekben a helyi rendeletek szigorúbbak, mint a magasabb rendű törvények. Példaként említette, hogy míg a szociális törvény lehetővé teszi a kérelem szóban való benyújtását, addig ez a Szabolcsi megyeszékhelyen csak írásban lehetséges. Jeszenszky András hozzáfűzte, nem csak a rászorulókat sújtják a megszorítások. Közel 4000 nyíregyházi önkormányzati munkahelyen dolgozó közalkalmazott és köztisztviselő fizetését csökkentették, amikor megvonták tőlük a melegétel utalványokat. Ez 8-12 000 forint keresett csökkenést jelent az érintett munkavállalóknak havonta. A szocialisták úgy látják, ez a pénz nem csak a családok kasszájából, hanem a helyi étkeztetéssel foglalkozó kisvállalkozók bevételeiből is hiányozni fog, és emiatt munkahelyek szűnhetnek meg, valamint csökkenhet a város iparűzési adóbevétele.